Szevasztok, ez itt a Terapeuta Vlog, és a mai videómban újabb 5 magyar hip-hop szempüllel fogok foglalkozni, illetve kicsit beszélek majd 50 Centről is. Az előző ilyen hip-hop szempülökkel foglalkozó videómmal kapcsolatban kérdeztétek, amit egyébként itt az i betűre kattintva meg is tudtok nézni, hogy nem-e vélték támadásnak az az MC-k vagy a beatmakerek azt, hogy nem mutattam, hogy honnan mintáztak. Egyébként felém senki nem jelezte, hogy megsértődött volna. Én azt gondolom, hogy csak bemutattam valami, ami tény, egyébként ezen felesleges megsértődni, meg egyébként nem is támadás szempontjából készítettem. Pusztán szerettem volna bemutatni érdekességképpen, és ahogy láttam, elég sokan lájkoltátok a videót, úgyhogy gondolom, hogy tetszik, úgyhogy e-mail a folytatás. A mai első mintánk a következő. Ez a minta Franco Bixio with Bare Fist című nótája 1972-ből, ami egyébként a Pugni Nudi című olasz filmnek a filmzenéje. Franco Bixio egyébként főleg olasz filmzenékhez adta a zenéjét, olyanokhoz, mint például a Fatozzi, vagy például a Ford of the Apocalypse. Bár kétlem egyébként, hogy bármiket is láttatok volna, Magyarországon ezek nem igazán terjedtek el, sőt, lesen nagyon fordították őket, de Olaszországban ezek ismert filmek. A mintát egyébként Faktor használta fel, amire Subbase Master is fantasztikus rappelt rá a 2009-es Magyarország lemezen. Nézzük, hogy sikerült nekik. A füvet írom a gözögön bitumenen, az őstakosok faszal tesznek, addig utetten. Együtt a félhomályban keressük a színeket, addig a vonatadon ellopják a síneket. A csukjában mindenkire rájön a csuklás, Budapest, Budapest, de Juba! Ugyanezt a mintát használta fel egyébként Slane, Static Selecta és Rex a közös számukban, aminek Hold Up a címe. Hold up, this ain't a hold up, it's a story of a soldier. Infamous is young and notorious, I'm older. More well known now, homie, now I'm grown up. Half the battle of winning is showing up. A lot of faggots like they hate once you blowing up. Cause they're lazy and stupid as fuck, they don't know enough. Nézzük a mai második mintákat. Ez a dal Kovács Kati 1980-as Menetjegy című száma, amit Bad Pete fordított nekünk hip-hop nyelvre, amire a DSP srácok szövegeltek rá. Bad Pete a beat! Bizonyítanom senki másnak, csak magamnak a céljaim tekintem szentírásnak. Erről ködnöm bejön hatalom, nekem szerelem a zene, te meg erőszakolod. Mindenből a legnagyobb, mert minek, de sok ember így is elcserélne egy napomért tizet. Minden veszteséget szokom venni, nem birtoklok semmit, nem birtokod semmit. Kovács Kati egyébként rendkívül népszerű hazai hip-hop körökben, ugyanis az ő dalaiból mintázott dalokra olyan MC-k rappeltek már rá, mint Busa Pista, Sziszka, a Barbár Fivérek, Bankos, Essen vagy Furacsi. Bár én rendkívül kíváncsi lennék egyébként Kati néni mit szól ezekhez, vagy hogy egyáltalán eljutott a fülébe, de talán majd ezen a videón keresztül. Kovács Kati Menetjegye is egyébként egy erősen mintázott dal, zeneileg és szövegileg is. Talán még az én generációm emlékszik is arra, hogy... Mindenesetre nem kell zeneileg és szövegileg is egy remek mű, nem is beszélve a videóklipről, úgyhogy csak jót tudok mondani erről a számról. Nézzük a harmadik mintánkat. Ez a dal a London Grammar 2013-as Shire című száma, amit Bandezen dolgozott fel, Tékidnek és Dejnek. Pontosabban csak Tékidnek, ugyanis ez a szám a Fogad El második része, amire csak Tékid rappel, az első részénként egy Dej hallható, egy teljesen másik beatre. Ami a 2016-os Tékid és Dej közös lemezen jelent meg, aminek egy címe Atlantis gyermekei.
te vagy az emberem, ha végig bírod nézni, ahogy feljön majd a hajnal, és ti mind elkezdtek égni. Vakít a fényem, kivéve ha vaknak születtél, én Szüzen lettem király, te még király vagy a szüzeknél. Ha forró fejjel hideg falak vesznek körbe, megérted, hogy ez a világ egyenesen görbe. Dobom a csontot, harap rá az összes fogaddal, fogadni mernék, hogy nem így képzelted, fogadd el. A London Grammar egyébként, ahogy a nevükben is benne van, egy Nottinghami pop csapat. Ugyanis a Nottinghami Egyetemen ismerkedett össze a három tag, Hannah Reid, Dot Major és Dan Rodham. De a székeket már áthelyezték Londonban, így egy kicsit hitelesebb talán. A mintához használt daltényet 1,1 millióval látták már a YouTube-on, és pontosan ugyanennyi like-kal rendelkezik a London Grammar a Facebookon is. Nézzük a negyediket. When I was 17, it was a very good year. Ez a dal Frank Sinatra, It Was a Very Good Year, 1965-ből. Ezt a dalt Mr. Joker gondolta újra egyébként, és megkapta a Hősök mindörökké című számát, ami legendássá vált, nyilván az első videoklipje volt, az első nagy dobása volt a Hősöknek, és ez még mai napig is felhangzik szinte minden koncertjükön, úgyhogy azt gondolom, hogy ez megalapozta a Hősök karrierjét is. Oszporus vizei, Urálnak dombjai, jeges tenger partjai, Gibraltár pontjai, Európa szíve között Kárpátok és Alpok, bővülő a hálózat, mondja a Péti dalnak. Pedig a dal 2003-ban született meg. Frank Sinatra a 20. századik legnagyobb hatással bíró zenei előadója. Oscar, Grammy és Golden Globe díjat is nyert az olasz származású jazz és swing énekes, aki mindemellett egyébként színész, filmrendező és producer is volt. Egyes források szerint egy szoros szál fűzte a maffiához is, állítólag pénzfutárként alkalmazták Frank Sinatrát, hogy abban mennyi az igazság, azt nehéz kideríteni így visszatekintve, de azért az tény, hogy vannak erre utaló bizonyítékok. Ötödik minta. Tetrekész leszek. Ez a dal Ennio Morricone Meteo című filmének filmzenéje 1970-ből. Ennio Morricone egyébként kétszeres Oscar-díjas, kétszeres Golden Globe-díjas és kétszeres Grammy-díjas zeneszerző. Ez kétszer több, mint Frank Sinatrának. Több mint 550 filmhez készített egyébként kísérőzenét. A nevéhez kötődik a Profi című filmzenéje, a Volt egyszer egy vagy nyugat, a Misszió, az Aljas 8-as, de még a Sorstalanság is. Ennio Morricone zenét felhasználók között egyébként hemzsenek az amerikai rapsztárok, Jay-Z-től Eminemig szinte mindenki hozzányúlt már, ez nyilvánvalóan nem véletlen, úgyhogy erősen ajánlom a hazai beatmakereknek is. Azt gondolom, ez egy szinte kifogyhatatlan tárház, érdemes arrafelé kutakodni minták után. És akkor jön 50 Cent. Viszont egyik legnagyobb slágere a Window Shopper, vagyis a kirakat életről szóló száma, egy Bob Marley feldolgozás. A dal a 2005-ös Get Rich or Die Tryin' című filmnek a filmzenéje, ami 50 Cent élettörténetet mutatja be, illetve annak egy bizonyos szakaszát, nyilvánvalóan azt, ahogy ő rapperré vált, illetve azt, hogy hogyan lett belőle golyóálló. A hivatalos magyar címet inkább hagyjuk is, inkább valahogy úgy fordítanám, hogy légy gazdag, vagy hajj bele a próbálkozásba. Én egyébként kifejezetten kedvelem ezt a dalt, rengeteg szép emlékem van, amikor ez ütött a háttérben vagy az előtérben, ezek közül némelyiket eléggé meghatározó is az életemet tekintve. Az eredeti Bob Marley dal 1973-ban jelent meg, Burning and Looting címmel.
Itt hiszen dalált egyébként Lily Allen is tovább gondolta. De Post Mirror is csinált egy másik verziót a dalból. A videó végére remélem tisztán látszik, hogy milyen szinten van hatással minden zenekészítő a többi zenekészítőre. Akarva vagy akaratlanul, tudtával vagy anélkül, a hatás ez megkérdőjelezhetetlen. Ezért mondom továbbra is... Hold up. All my niggas who be thinking we soft, we don't play. Hope you're ready for the next episode, hey. Legközelebb találkozunk, szevasztok! Nyomj egy lájkot és iratkozz fel! Én várok! Én ráérek! Ugye, hogy nem is olyan nehéz ez?